Most következik az az óra, amiért érdemes élni. Második fél év, ötödik óra tengerbiológia. Jó, ha 5-6 tökfej akad, aki szeret a mélyvízben pancsikolni. Ez minden tanár álma. Ki mondta, hogy fölvegyétek ezt a tantárgyat? Hol marad ilyen sokáig? Biztos elment a szervízbe beolajoztatni az agyát. Mi bajod van Mr. Dobossal? Semmi. Szerintem Mr. Dobos nagyon kedves ember, csak... csak egy kicsit üdődött, nem? Kicsit lassú felfogású, időt kell adni neki. Egyszer majd te is megöregszel. Olvastam valahol, hogy az öregkori elbutulás meg hasonlók valahogy az ózonnal vannak kapcsolatban. Mit olvasol? Ezt a levelet múlt év januárjában írták, hogy az iskola kapjon-e új gyakorlógépkocsit. Azt a kocsit sohasem kaptuk meg. Világos, mivel 8 hónappal ezelőtt kellett volna kérelmeznie, csak hogy ő ehelyett elsüllyesztette a két szekrény közé. Vajon hány másik fontos levél süllyedhetett, vagy kallódhatott el ebben az irodában? Tudod mit? Nem portrét fogunk írni róla. Leleplező tanulmányt fogunk írni. Arról, hogyan megy tönkre az iskola Mr. Dobos áldásos vezetése alatt. Így jó. Csak kísérletezem. Ne zavart ez magad. Bár szerintem neked teljesen mindegy, hogy mit csinálsz a hajaddal. Már úgy értem, hogy mindenképpen jól áll. Úgyhogy... Milyen volt a mai napod? Egész jó volt. Jó volt. Éreztél már olyat, hogy ideges vagy, és... zavart, és... utálod magad, és mindezt egyszerre. Persze. Alacsony vércukor. Mi baj van? Megesküdtem magamnak, hogy neked nem szólok róla egy szót sem. Rajta, barátok vagyunk. Nick, a régi barátom telefonált. Szeretne viszont látni. Nem is tudom. Akarom is, meg nem is akarom. Érted? Igen. Igen, ezek azok a bizonyos nehéz helyzetek. Igen. Hát akkor... szervusz. Szervusz. Nyolcvannégy gyerek! Nem 40, nem 60, 84 gyerek taposta egymást abban hallottam, az osztályban. Hallottam, mit mondtam magának, úgy Mr. Fencher! Úgy nézett ki, mint egy japán föld alatti vasút. Az új számítógépes rendszernek egyelőre ezen van egy kis problémája. Ezen az 10 gyereknek kéne lennie, az a legtöbb. Pillanatnyilag nem tudjuk megcsináltatni. Még a gondolatától is hány inger fog el, hogy 84 gyereket látok egy osztályban. A következőt! Ugyan... nagyon sajnálom, hogy... szóval, hogy váltok. Ó, köszönöm, Emory, nem nagy dolog. Majd összeülünk a feleségemmel is megbeszéljük. Tudom, hogy nem az én dolgom, de én azt hiszem, jó lenne, ha keresnél magadnak egy jó ügyvédet, hogy megvédje a jogaidat. Hm? Egy jó tanács. Cseréltest ki az árakat, és persze keres magadnak egy jó ügyvédet. Minél előbb? Ha már nem hajlandó észrevenni, ami az orra előtt van, legalább keresgélne máshol. Úgy értem, mit üldögél egyedül, szórakozzék kicsit, tudom? És keressen ügyvédet. Dr. Melvin Phipps, nagyon tudom ajánlani, garantáltan kikészíti a feleségedet. A falhoz szegezi. Én nem akarom falhoz szegezni a feleségemet. Amikor azt mondja, hogy napi 10 órát dolgozik, az pontosan mennyit jelent? Az pontosan annyit jelent, amennyit mond. De hát az nem lehet. DJ úgy érti, hogy nagyon sokat dolgozik. Nézd, Emory Dobos nagyon kedves ember, és már sok évet húzott le itt az iskolában. De ha igazán tudni akarod, ki vezeti ezt a boltot, hát éppen azzal beszélsz. Vagyis nem ő vezeti az iskolát? Ő vezeti az iskolát elméletben. Ez az ő hozzájárulása is, ez nagyon fontos, mert én nem vagyok az elméletek embere. Nem gondolja, hogy nem egészen etikus dolog átadni a felelősséget egy adminisztratív dolgozónak? Ez az ember soha életében nem tett olyat, ami nem etikus.
Nem kéne nektek most órára menni? Miss Hollander, ennek a gyereknek meg kéne venni az egyenruhát, de egy kicsit szűkében van a... Hol tartjuk a készpénzt? Mindjárt utána nézek. Eljössz? Szombat este? Hát persze. Miért vagy úgy letörve? Tudod, hogy szombat este lesz az a buli, amire Kimberly Drake meghívott. A is? Na és nem tudok elmenni. Pont akkor adják át azt a hülye tudományos díjat. Várj egy kicsit. Hé, hey, Hauser! Sajnálom, de nem tudok segíteni a mosdó felszerelésében. El kell mennem valahová, úgyhogy... Ó, hát az baj. Nem, semmi baj. Találtam neked valakit, aki segít felszerelni. Értő ehhez a munkához? Persze, hogy ért. Már a nagypapája is vízvezetékszerelő volt. A vérében van. Igaz? Igaz? Szóval, ő segít neked felszerelni, te meg viszonzásképpen átveszel szombaton este egy tudományos díjat az ő nevében. Beszélnie nem kell, ugye? De igen. Ó, akkor nem megy. Ha nekem emberek előtt kell beszélnem, akkor én megkúlok. Semmi gond. Tudod miért? Mert betanítja neked, amit mondani kell. Minden rendben lesz. Sziasztok! Remek. Hát ez igazán egyszerű ügynek látszik, Mr. Dillon. Magam is azt hiszem, talán nincs is szükségem ügyvédre. Az ügyvédre senkinek sincs szüksége, Mr. Dillon. Ne mondjál senkinek. Hát itt nem fog sok vér folyni. Megfelelünk a tényállításokra, benyújtom az iratokat, és egy hét múlva meg is lesz a tárgyalás. Köszönöm. Nagyszerű. Nos, hogyan tette tönkre az életét? Micsoda? Mit felel az állításaira? Biztos, hogy szükség van erre? Ugyan. Egyáltalán nem. Ha azt akarja, hogy az utolsó szögig az övé legyen minden. Nekem igazán mindegy. Megcsalta magát? Nevetségessé tette? Előfordult, hogy családi összejöveteleken részegen fetrengett? Nem, dehogy. Nézze, a feleségem egy, hogy is mondjam, rendkívül jómodorú, decens asszony. Csak nem jöttünk ki egymással egy idő után. Persze, én megértem, Mr. Dearborn. Biztos vagyok benne, hogy elbűvülő és kedves volt. Megverte önt a szomszédok előtt? Maradjunk abban, Mr. Phipps. Hogy majd felhívom. Oké? Okay. Talán. Nézd, DJ, nekem ez nem tetszik. Különben is nem ez volt a feladat. Ha mindenki ilyen lenne, akkor soha nem derül neki semmi. Itt nem Mr. Dobosról van szó, Mark. Itt arról az elvről van szó, amely szerint... A fillítést elegendő úgy megszervezni, hogy a diákok a négy előső ajtón át hagyhassák el az iskolát. Így elkerüljük a pánikot és az űrzavart. Annak érdekében azonban, hogy mindenki megmeneküljön. Bocsánat, nagyon fontos, Mr. Dobosnak nem kéne most itt lennie? Biztos vagyok benne, hogy fontos dolga van. Értem. Mindenképpen el kell kerülni a pánikot. DJ! A legveszélyesebb. Igen, igen, tessék, elnézést egy kicsit. Mr. Dobos, hogy lehet az, hogy mi alatt tűzrendészeti oktatás van az iskolában? Ön itt szúnyókál. Tűzrendészeti? Ó, igen, igen. Én már annyi tűzrendészeti oktatásban vettem részt az elmúlt 20 év során, hogy bármikor el tudom oltani a tüzet. Nem gondolja, hogy ez azért felelőtlenség. Bocsásson meg, Mr. Dobos. Elég volt. Ebben én nem vagyok hajlandó részt venni többet. Miért akarod mindenáron megalázni ezt az embert? Nem akarom megalázni. Én csak információt gyűjtök. Ha te így képzeled el az újságírást, akkor csináld egyedül.